Januárban jöttem az átlátszóhoz. Azért jöttem át, mert borzasztóan szerettem volna egy olyan helyen dolgozni, ahol az oknyomozás az nem mellékterméke, ha fér, ha van idő rá megcsinálni, hanem maga a fő tevékenysége az újságíróknak, úgy a kollégáimnak, mint nekem. Én nem érzem problémának, nem teljesen értem, mi az aktivizmus, hogyha problémáról beszélünk. Nem tartom annak. Nagyon jónak látom, hogy másmilyen csatornákon is, nem csak a cikkekkel, hanem egyéb segítséggel is fölhívják az olvasóink figyelmét a közpénzherdálásnak a módjaira, illetve arra, hogy saját maguktól is kereshetik a saját környezetükben érdekes adatokat, ebben az átlátszó segítséget nyújt nekik, úgy jogit, mint különféle technikai segítséget, például aki mit tudra gondolok, ahol közadatokat tudnak igényelni. Én szerintem ez egy rettenetesen pozitív dolog, és pozitív dolog előadásokon ezt oktatni, illetve az érdekesebb témákat átbeszélni szakemberekkel, más újságoktól való kollégákkal. Lehet aktivizmusnak hívni, de az nem egy negatív szó. Én minden percét élvezem a munkámnak, én nagyon szeretném, hogyha aki olvas, az is élvezni, amit írok, de hát mindenképpen úgymond a legnagyobb dobásnak a Portik interjút tartom szakmailag. Az érdekesen is sikerült, és hát az maga az, hogy először egyelőre a magyar sajtóban kényes dolgokról megszólalt, azért az egy érdekes dolog. Jól esik, ha van következménye, mert hiszen az egy visszajelzés, hogy fontos dologgal foglalkoztunk, de nem érzem kudarcnak, ha nincsen, nem a saját kudarcomnak érzem, ha amúgy a cikk rendben van.